8 óra van, ez a Híradó az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Tegnap is forgalmasak voltak az oltópontok, vasárnaptól azonban újra előzetes regisztráció és időpontfoglalás kell, csak ezután lehet kérni a vakcinát. Oltási akciónapok viszont ezen a héten is lesznek. A szakemberek azt tapasztalják, hogy az akciónapok során sokan kérik az első oltást. Akciós napon átlagosan minimálisan kétszer, de van, amikor háromszor is több oltakozni vágyó érkezik az oltópontunkra, összehasonlítva, amikor nincs akciós nap. Ennek a legfőbb oka az, hogy ezeken a napokon nem kell regisztrálni, nem kell időpontot foglalni, és spontán, amikor napon belül az érintetteknek, oltakozni vágyóknak ez jó, ebéd közben, alatt, munkaidő előtt, végén, közben a szünetbe beugranak egy oltás. 15 ezer ember tiltakozott Rotterdam utcáin a holland járványügyi intézkedések miatt. Az országban rendkívül magas a naponta regisztrált fertőzöttek száma, a járvány még nem tetőzött. Vasárnap 94 ezer új beteget jelentettek. A demonstrálók ellenzik, hogy ugyan megnyíltak a kávézók, éttermek, bárok, mozik, múzeumok, sportstadionok, de belépésnél mindenhol kötelező felmutatni az oltási igazolást. Tiltakoztak amiatt is, hogy a vendéglátó helyeknek este 10-kor be kell zárniuk, a stadionok pedig befogadó kapacitásuknak csak egy harmadát használhatják ki. Rendkívüli állapotot vezettek be Ottawában, ahol már több mint egy hete tüntetnek a kamionosok. Kanada fővárosát megbénították a demonstrálók, akik azért tiltakoznak, mert a kormány kötelezővé tette azon sofőrök számára a koronavírus elleni oltást, illetve ennek hiányában a kéthetes karantént, akik az Egyesült Államok és Kanada között ingáznak. Ottawa polgármestere szerint a rendkívüli állapotot azért kellett bevezetni, mert a több száz tüntető kamionos komoly veszélyt és fenyegetést jelent a lakosok biztonságára. 8 hét van már csak a parlamenti választásig és a gyermekvédelmi népszavazásig. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy Brüsszel, a nemzetközi média és a soros hálózat szervezetei is támadják Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, de a leghelyesebb, ha ebben a témában a magyar emberek döntenek, vagyis elmondják a véleményüket a népszavazáson. Az országgyűlés tavaly júniusban fogadta el a gyermekvédelmi törvényt, amely kimondja, hogy az LMBTQ szervezetek az iskolákban nem tarthatnak érzékenyítő tanfolyamokat, de például foglalkozik a gyerekek szexuális felvilágosításának szabályozásával is. Nem engedi például az LMBTQ ideológiák propagálását az óvodákban, iskolákban, valamint a médiában. Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. A gyermekvédelmi törvényre szinte azonnal ösztön zúdult, és nem csak a hazai baloldal, hanem a nyugat részéről is. Az EU kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, a Soros Györgyhöz köthető NGO-k és liberális szervezetek pedig a nemzetközi médián keresztül helyezték nyomás alá hazánkat. Brüsszel most az oktatási törvény és a gyermekvédelmi szabályok módosítását követeli. Sérelmezik, hogy nálunk nem lehetséges az, ami Nyugat-Európában már állandósult. Ott az LMBTQ aktivisták bejárnak az óvodákba és az iskolákba, ők végzik a szexuális felvilágosítást. Nálunk is ezt akarják. A gyermekvédelmi törvény körül kialakult vita miatt Orbán Viktor miniszterelnök július 21-én jelentette be, hogy az ügyben népszavazást kezdeményez a kormány. Az emberek négy kérdésben mondhatják majd el a véleményüket. Ezek a következők. Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg. A gyermekvédelmi törvény egy olyan jelenségre reagál, ami ma már súlyosan veszélyezteti a gyermekeket. Erről Kocsis Máté beszélt a Kossuth Rádióban. A Fidesz frakció vezetője hangsúlyozta, a propaganda egyre inkább a kiskorúakat veszi célba, őket igyekszik érzékenyíteni. Nálunk azonban a gyermekvédelmi népszavazáson a magyar állampolgárok maguk dönthetnek a gyermekeink jövőjét érintő fontos kérdésekben. Ma már az alternatív szexuális irányultságokkal kapcsolatos propaganda a gyermekeket vette célba. Mesekönyvek,
reklámok, az internet különböző felületein olyan propaganda árad a kiskorúakra, amitől azt gondoljuk, hogy őket távol kell tartani, mert kizárólag a szülőknek a joga, hogy ez irányú neveléséről döntsenek a gyerekeknek. Az, hogy melyik szülő milyen irányba terüli a gyerekét, az már az ő szíve joga, de kizárólag ő dönthet. A gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazást a Párbeszédes Szabó Tíma javaslatára az országgyűlési választásokkal egy napon, április 3-án tartják. A népszavazás kérdéseire várhatóan külön lapon kell majd válaszolni. Ahogy hallhatták, az országgyűlési választással azonos napon, tehát országos népszavazást is tartanak a gyermekvédelem témájában. A századvég alapítvány legfrissebb elemzéséből az derült ki, hogy a magyarok megvédenék a gyermekeket a felnőtt szexuális orientációk és a nemi átalakító kezelések népszerűsítésétől, mondta az M1-en a századvég jogi szakértője. Ifjabb Lomnici Zoltán hangsúlyozta, hogy a megkérdezettek döntő többsége elutasítja a kiskorúakat célzó szexuális propagandát. Magyarország a gyermekvédelem és a szexuális felvilágosítás vagy a különböző típusú szexuális felvilágosítások tekintetében egyáltalán nem tartozik a kisebbségi véleményt megfogalmazó országok közé. Tehát az a többség, amely Magyarországon elutasítja azt, hogy a kiskorú olyan szexuális tartalmakkal érintkezzen, amely nem időszerű, vagy éppen gátolja az egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését. Nos, ez a vélemény Magyarországon többségben van már, mint az elutasító vélemény, de számos európai országban is többségben van. Csak nem 600 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint pénteken 258, szombaton 188, vasárnap pedig 139 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron. Embercsempészés miatt 21 ember ellen indult eljárás. Jól halad a kormány azon terve, hogy 2025-re az ország bármely pontjáról elérhető legyen egy gyorsforgalmi út 30 perc alatt. Az elmúlt 5 évben 3600 milliárd forintot fordítottak útfejlesztésre. 2010 óta 65%-kal bővült a gyorsforgalmi úthálózat. Idén is folytatódik a munka, várhatóan heteken belül átadják például a szolnoki elkerülőt. Az M80-as autóút, az M44-esen található Tiszaugi híd és az M30-as autópálya. Csak néhány azok közül a gyorsforgalmi szakaszok közül, amelyeket tavaly adtak át Magyarországon. Aminek értelme és haszna van a számunkra, az az, hogy a Közép-Európát építjük és Közép-Európát erősítjük. Ilyen utakat kell építeni. 2011 óta folyamatosan bővül a gyorsforgalmi úthálózat Magyarországon. Elkészült többek között az M80-as autóút Körmend és Rába-Füzes között, amire 62 milliárd forintot fordítottak. De átadták a Via Kárpátiához tartozó M30-as autópálya Tornyos-Németit és Miskolcot összekötő szakaszát is. Ez 180 milliárd forintból valósulhatott meg. A kormány célja a fejlesztésekkel az, hogy az ország bármely pontjáról elérhetővé váljon egy négysávos út 30 percen belül 2025-re. Erről a közlekedés politikáért felelős államtitkár beszélt az M1-nek. Több mint 700 kilométer gyorsforgalmi utat adtunk át, és büszkék lehetünk arra, hogy tavaly, illetve a megelőző két évben, tehát 2019-ben, 20-ban és 21-ben minden évben több mint 100 kilométer gyorsforgalmi utat helyeztünk üzembe. Ilyen még nem volt a magyar útépítés történelmében. Magyarországon 2010 óta a gyorsforgalmi úthálózat hossza mintegy 65%-kal bővült, ez mostanra csak nem 2000 kilométernyi utat jelent. Ez pedig már a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár közölte közösségi oldalán. György László azt írta, a kormány az elmúlt 5 évben 3600 milliárd forintot fordított a gyorsforgalmi hálózat bővítésére. Idén tovább bővül az M85-ös autóút az országhatárig. Folytatódik a 8-as számú főút kétszer kétsávosítása Veszprém térségében. Készülnek az M76-os meghosszabbításának tervei Körmendig, Keszthegy irányába pedig még ebben az évben átadnak egy 3 kilométeres szakaszt. Folytatódik az M4-es autópálya építése is, és összekötik a 67-es gyorsforgalmi utat az M7-es autópályával.
November közepe óta több mint 2000 benzinkutat ellenőriztek a pénzügyőrök. Eddig mindössze 12 esetben állapították meg, hogy a vállalkozó megsértette a hatósági árral kapcsolatos szabályokat. Tálai András államtitkár szerint a tapasztalatok pozitívak, a benzinkutak betartják a jogszabályokat. Eddig 3,2 millió forint bírságot szabott ki a NAV. A kormány november 15-től vezette be a benzinárstoppot. Első körben február 15-ig tart.